Itt vagyunk a kiállítás utolsó termében, a Hello Wood interaktivátoránál, ami egy véleménynyilvánítási folyamat lemodellezése az építészethez közel álló eszközökkel. Az installáció első állomása fatelep, ahol különböző színű léceket vehetünk ki. Ezek mind két méteres lécek, a színesek azok a civileknek szólnak, míg a szürkék az építészeknek, és itt korosztálytól függően különböző színűeket vehetünk el, és ezekkel dolgozunk tovább az installáció második állomásán. A második állomás a fő résztelep, ahol az általunk választott két méteres lécdarabot fogjuk egy kisebb darabra levágni a gérvágóval. Minél kisebb darabot vágunk, az azt jelenti, hogy nem vagyunk elégedettek a látottakkal, illetve magával a magyar építészettel. Minél nagyobbat, az pedig az elégedettségünket fejezi ki. A vágás után lehetőségünk van továbbvinni és még személyesebbé tenni a vágott lécdarabot. Ezt itt a personalizátornál tehetjük meg. Itt rajzolhatunk, vagy írhatunk rá, üzenhetünk az építőknek, az építészeknek, vagy csak magának a magyar építészetnek. Ez nem csak egy öncélú véleménynyilvánítás, hiszen ezekből a vágott darabokból padokat fognak építeni az építők, mi pedig most kiválaszthatjuk, hogy hova is szeretnénk, hogy kerüljön az általunk vágott lézdarab, hol álljon az a pad, amit ebből építenek. Ez lehet oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, kulturális intézmények előtt, vagy pedig egy köztérre. Én most a kulturális intézményeket választom. A levágott lécekből ehhez a makethez hasonló padok fognak készülni. Ezek attól függően kerülnek elhelyezésre, hogy a látogatók mit választanak. A különböző léchosszúságok különböző padokat jelentenek.